Az általa a bajnokságban kétszer is legyőzött haladást fogadta a Kisvárda, amely győzelme esetén nagy lépést tehetett volna a bennmaradás kiharcolása felé. Jól is kezdték a meccset a hazaiak, a 11. percben Grozáv jobbról cselezett befelé, majd ballal a bal alsó sarokba lőtte a labdát. A 23. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Lukjancsuk szabálytalankodott a 16-oson belül Bangbojéval szemben. A megítélt 11-est Pliskin lőtte a kapu közepébe. 5 perc múlva már vezettek a vendégek, egy jobb oldali beadás követően Felipe kétszerű bravúrral hárított, a második után Rui Pedro közelről a kapuba vágta a labdát. Az 53. percben Grozáv került helyzetbe, de a kivetődő király hárítani tudott. A Kisvárda ment előre, azonban egy kontra végén Bangboya került zicserbe, Felipe bravúrral a kapu fölé tudta tolni a labdát. Több gól már nem esett, így a Kisvárda fájú vereséget szenvedett a sereghajtótól. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, bár azért a haladás is mutatta, hogy ott van a pályán. Szereztünk egy gólt, megszereztük a vezetést, utána kerestünk még a lehetőséget. Úgy néz ki, hogy a második az les volt, tehát ezt nem sikerült abszolválni. Viszont ami nagyon furcsa számomra és érdekes, hogy volt egy olyan 8-10 perces rövid zárlatunk, amikor a haladás megfordította a meccset pillanatok alatt, és onnantól kezdve mentünk az eredmény után, és akkor már fortuna sállt mellénk, viszont azt is el kell ismerni, hogy 100%-os zicsert nem tudtunk kidolgozni, komoly lehetőségeink voltak, kontrából az ellenfélnek is. Ezt most tudomásul kell venni, ezt a mai mérkőzést, ennek már vége van, viszont az biztos, hogy ahhoz, hogy céljainkat elérjük, nekünk valahol bravút kell csinálni. A vendégek edzője szerint a gyors fordításnak és második fél idei védekezésüknek köszönhető a haladás győzelme. Nagyon sok munkát tett bele mind a két csapat ebbe a találkozóba. Az első fél időben a gól ellenére is úgy éreztem, hogy jól játszunk, hogy nem sokat kell változtatni a játékunkon, de hál' Istennek már az első fél időben tudtunk fordítani, ami nagyon fontos volt így a mérkőzés kimenetele szempontjából. Ami nagyon nagy dolog volt, hogy idegenben egy ilyen jó csapat ellen meg tudtuk fordítani ilyen hamar a mérkőzést. A második fél időben nagyjából tudtam, hogy mi fog történni. Egy olyan csapat, akinek ilyen égetően szükség van 3 pontra, azt küldhetem én akárhova letámadni, sokkal kiebb védekezni, az tartani fogja az eredményt mindenáron. Úgyhogy ez is történt a második fél időben. Nagyon mélyen védekeztünk, viszont hősiesen, úgyhogy meg tudtuk tartani ezt a 2-1-et. Gratulálok a csapatomnak, nagyon nagyot mentek, és gratulálok Kisvárdának is, mert nagyon jó csapatom. A forduló további eredményei a következők: Újpest-Debrecen 1-1, Molvidi FC Puskás Akadémia 1-1, Mezőkövesd-Diósgyőr 3-0, Paks-MTK Budapest 1-0 és Budapest-Honvéd-Ferencváros 3-2. A tabella élén a már bajnok Ferencváros áll 67 ponttal, megelőzve az 57 pontos Molvidi FC-t. A 32 pontos Kisvárda, amíg bennmaradás jelentő, 10. helyen várja szombati debreceni vendégjátékát.